Hát ez a mondat, ez sokakat meglepett nyilván. Ráadásul egy hosszabb gondolatmenet részeként emelték ki. Nem pontos a mondat nem pontos. Legyen pontos, Heller Ágnes és László Róbert. Nem pontos a mondat, de arról van szó, hogy szerintem minden ellenzéki pártnak tudnia kell, tudomásul kell vennie, hogy egy hajóban ülnek. Ez nem annyit jelent, hogy szövetséget kell egymással kötni, mert minden pártnak megvan a saját identitása. De tudomásul kell venni, hogy egyedül senki a Fidesz nem fogja legyőzni. Tehát együtt győznek, vagy együtt pusztulnak el, együtt süllyednek el. Tehát ezt tudomásul kell egyszerűen venni. Most az ellenzéki pártokról beszélek, hát én nem szerettem a Jobbikot, ugye nem kell mondani, de hát más pártokat se okvetlen szeretek, nem akarok mindenkit néven nevezni, csak azt akarom, hogy van a baloldali párt, van liberális párt, zöld párt, jobboldali párt. Ezek a pártok minden demokratikus államban léteznek. Ezek abban az értelemben demokratikus pártok, hogy van világnézetük, van koncepciójuk, van, amit el akarnak érni, tehát a pártokként viselkednek. És szemben állnak valakivel, a Fidesz-el, amelyik nem egy párt. Ha hasonlattal akarok élni, azt mondanám, hogy rákos daganat Magyarország testén, amelyik felfalja az ország sejtjeit. Csak tudja, az az érdekes, hogy ezt nagyon sokan, nagyon sokszor, pont a Jobbikkal kapcsolatban fogalmazták meg, sokkal erősebben, mint a Fidesz-szel kapcsolatban. Másrészt mondta ezt a hasonlatot a csónakról, mindegy ki egy csónakban evez. De hát szerintem azért nagyon sokan vannak, akik abban a csónakban nem, hogy evezni nem akarnának, hanem beülni sem, ahol a Jobbik is ott ül. Én ezt tudom, és ezt hibának is tartom. A Jobbik se akar ugyanabba a csónakba ülni. A csónakba ülés nem azt értem, hogy választási szövetség, vagy összefogás, vagy egymás, de azt értem, hogy a tudomáson vegyük, hogy együtt süllyedünk el. Hát aztán Vona Gábor elég okos ember, akármilyen politikus is, hogy nem akar a kisgazda párt, nem akar Tordján József sorsára jutni. Pedig az a jobboldali párt, aki a Fidesz-szel mondjuk rivalizál, mint jobboldali párt, azt fel fogják falni. Ham-ham, az oroszlán fel fogja falni. Na de ezért jön át, Vona Gábor, hogy ezért gondolják sokan, hogy átjön a baloldali térfélre? Mert itt békésebb területre keveredik? Nem kell átmenni a térfélre. Épp azért ismétlem. Minden demokratikus országban baloldali párt, liberális párt, zöld párt és jobboldali. Nem kell a másik térfelére átvenni. Csak tudomásul venni, hogy nem egy párttal állnak szembe, hanem másfajta erővel állnak szembe. És bár egymás térfelére nem akarnak átmenni, mégis közös érdekük van, mert együtt fognak elsüllyedni. Hát van itt néhány ellentét, László Róbertet egyebek mellett nem csak azért hívtuk, mert ellenvéleményen van, hanem azért is, mert azt gondolom átlátja azt, hogy egyáltalán milyen mozgásterük van a pártoknak, amúgy politológiai értelemben. Azt tudom, hogy az a véleménye, hogy amit Heller Ágnes megfogalmaz, az nem működik, mert ezt már elmondta korábban. Hát ha jól értem a szavakat, akkor szerintem a pártok ennek a tudatában vannak. Tehát mindannyian a Fideszt akarják legyőzni, abban van legfeljebb a vita, hogy melyikük a kormányzóképes erő, és melyik lesz az, amelyik le tudja őket váltani. Tehát ebben az értelemben valóban egy csónakban neveznek, de ezt szerintem tudják is. Ha viszont nem, ha az a helyzet, hogy nem kell választási összefogása, vagy ez az előbb elhangzott, akkor abban szintén egyetértenek szerintem a baloldal és a Jobbik egymással, hiszen egyik oldal sem akar a másik együttműködni, és én inkább a választói oldalról közelíteném meg ezt a dolgot. Nem nagyon tudom elképzelni azt, hogy egy Jobbik MSZP közös listára, vagy bármi ehhez hasonló együttműködésre választói tömegek volnának képesek szavazni. Éppen a törzsbázisát veszíteni el mindkét oldal. Elképzelhető, hogy bevonzanának néhány bizonytalan szavazót, akinek már tényleg teljesen mindegy, csak ne a Fidesz kormányozzon. De egy MSZP és a többi baloldali párt, egy Jobbik együttműködés az olyan szinten elképzelhetetlen, olyannyira nincsen realitása, hogy azzal tényleg a törzstáborát veszíteni el mindkét oldal. Tehát abban az értelemben tényleg valóban közös a sors, hogy ugyanaz a nagy monstrum ellen küzdenek mindketten, már reményvesztetten, de választási együttműködést én abban az értelemben se látom realitását, hogy mondjuk egymás ellen ne indítsanak jelölteket néhány egyéni választókerületben. A maximum, ami elképzelhető, hogy néhány kerületben esetleg nem fog egyik vagy másik fél kampányolni, mondjuk Vona Gábor körzetében el tudom képzelni, hogy az annyira fideszes jelöltről és Vona Gáborról fog szólni, hogy ott a baloldali jelölt valószínűleg nem is nagyon fog tudni labdába rúgni. Ugyanígy Budapesten jó néhány kerületben valószínűleg a Jobbik nem fog különösebb energiát mozgósítani, ahol az lesz a kérdés, hogy a baloldali jelöltek meg tudják-e védeni azt a kevés mandátumukat, amiük van, miért is fókuszálna a Jobbik Budapestre, de ez a maximum, amit el tudok képzelni, ennél explicitebb együttműködés az nagyon nem tűnik. Voltak olyanok, akik messzebb mentek, mint Heller Ágnes, ugye Megyesi Péter, Kőszeg Ferenc, Haraszti Miklós, ők egyenesen azt fogalmazták meg, hogy igenis össze kell fogni, le kell győzni a Fideszt, és akkor utána neki lehet állni annak, hogy eldöntsük, hogy ki mekkora támogatottsággal mire alkalmas kormányon. Különben amennyiben, de másképp hogyan? Különben azt mondom, hogy igenis mindegyik párt azt hangsúlyozza, hogy egyedül fogja győzni, egyedül győzi le a Fideszt. Ezt mondják a szocik, ezt mondják a jobbikosok, ezt mondják, mint ez a két párt. Most ezt nem lehet mondani, tudják, hogy ez nem igaz, hogy nem tudják egyedül legyőzni a Fidesz. Erről beszélek, hogy tudniuk kell, hogy csak a mindegyik párt, nem mondom, hogy összefog, hanem mindegyik párt tudja, hogy csak egyik tudják legyőzni, akkor könnyebben állhat elő az a helyzet, amit most elmondott, hogy egyes helyeken, egyes kerületekben, körzetekben nem fognak a másik párt ellen jelöltet állítani, vagy a pártoknak a tagjai a másikra fognak szavazni. Tehát ez csak akkor lehetséges, ha tudomásul veszik a pártok, hogy vagy együtt, vagy mindenki győz, vagy pedig mindegyik vereséget szenved. És akkor a kérdés, mi lesz utána? Itt különben nem kell összefogásról beszélni. Nem kell arról beszélni, amit mondjuk Megyesi Péter javasol. De egyszerűen, ha mondjuk ilyen győzelem van, igenis fontos kérdés, mi jön utána, és az is jó javaslat, hogy akkor alkotmányozó nemzetgyűlés kell, és új választásokat kell kírni. Természetesen. Ez a második lépés, egyetértek a Harasztival, vagy a Megyesi Péterrel, csak a Harasztinak a javaslatát nagyon rokonszemesnek tartom. Csak azt hiszem, hogy alapjában lekicsinli a Fidesznek a hatalmát és cselekvőképességét. Mert ugye az a Harasztinak a javaslata, hogy a párt zsarolja meg a Fidesz, minden párt Jobbikkal együtt, szocialisták, hogy amennyiben nem térnek vissza a régi választási rendszerre, akkor bojkottálni fogják a választást. Csak az a helyzet, hogy akkor a Fidesz 5 új pártot ki tud állítani, amelyet akar, és voltaképpen ezért nem lesz egy ilyen stratégia sikeres, akármilyen jól hangzik is. Viszont hogy lehet a választóknak elmagyarázni azt, hogy az ő általuk kedvelt párt, amelyiknek ők a legelszántabb hívei közé tartoznak, ugye minden pártnak ez a bázisa, erre építve készül egy választásra, az most egészen másképp áll a nagy ellenféllel szemben. Hogy lehet a jobbikosoknak elmondani azt, hogy ahol majd egy baloldali jelöltet láttok a lapon, nyugodtan szavazzatok rá, mert közös a célunk. Kérem, és fordítva, meg lehet mondani ennek az országnak, hogy végzetes választás előtt állnak. Ha 18-ban nem megy el a Fidesz, akkor jön az atommegállapodás az oroszokkal, Oroszország félgyarmatává leszünk, és Magyarország a világ szégyenévé válik előbb-utóbb. És azt is meg kell mondani mindenkinek, és minden választónak, hogy Magyarország már kétszer köszönhette vezetőinek, hogy katasztrófába vitték. És mind a kétszer tapsolt a többség ennek a vezetésnek, amely katasztrófa. Minek köszönhetjük, kérem szépen, Trianont? Nem ennek köszönhetjük? Mikor tapsikáltunk a vezetőiknek? Hát vegyék tudomásul, hogy katasztrofális, ha nem próbálnak valamit tenni azért, hogy 18-ban menjen ez a kormány. Nem mondom, hogy veszítsék le az identitásokat. Nem mondom, olyan szocialisták nem mondják azt, hogy antifasiszták. És Jobbik nem mondja azt, hogy ők a szocialista párttal később ebben sose akarnak együttműködni. De egy pillanatnyi, egy lélegzetvételnyi együttműködés nélkül az ország lesüllyed oda, ahol még sosem volt. És ezt talán mind a jobbikosok, mind a szocialista, mind a DK választók megérték. László Róbert, benne van a rendszerben az, hogy ez a logika működjön? Hogy ez a megértés egymás iránt egy közös célért működjön? Választói oldalról továbbra is teljesen elképzelhetetlennek tartom, hogy ezt úgymond megértsék, hogy a jobbikos szavazzon át a szocialista jelöltre, és viszont ez egészen biztosan nem működik. Sőt, tovább mennék a választási rendszerre éppen, hogy az van benne, hogy itt kis különbséggel, ha valaki tudná esetleg nyerni, az egy elég nagy többséget tudna eredményezni a parlamentbe. Ez ugye 2014-ben a Fidesz volt. Jelenlegi tudásunk szerint 18-ban is a Fidesz lesz. De egyébként éppen ebben a nagyon aránytalan választási rendszerben benne van a lehetősége annak, hogyha valaki csak kevéssel megelőzi a Fideszt országosan, akkor annak már lehet többsége a parlamentben, éppen egy ilyen háromosztatú térben. Tehát a Jobbik még egy kicsit tovább erősödik, a baloldal valami csodafolytán összekapná magát, és ők is tudnának valamelyest erősödni, és lenne 3-30% körüli erő, akkor elképzelhető lenne egyébként, hogy az egyikük, aki orhosszal erősebbé válik a másiknál, az akár még parlamenti többséget is szerezhetne a másik kettőnek a kárára. Jelen pillanatban a jelenlegi közönkutatási adatok alapján ez nagyon nem tűnik valószínűnek, de ez, a pártok abban bíznak, hogy ezt el tudják érni. És éppen ezért állok teljesen értetlenül azon kezdeményezések előtt, amelyek azt mondják, hogy a választási rendszernek az aránytalan jellegét kellene feltétlenül megváltoztatni. A jelenlegi ellenzéknek per pillanat ez az egyetlen esélye. Tehát lenne egy arányos rendszer, akkor az életben nem lehetne a Fidesz leváltani, soha nem szorulna olyan kisebbségbe a mandátum aránya, hogy nélkülük lehessen döntéseket hozni. Lehetséges, hogy igaz. Lehetséges, igaz. Én egy másik kérdést szeretnék felvetni ezzel kapcsolatban. Ez a miniszterelnök jelöltek kérdése. Mert ez is egy fontos probléma. Múltkor hallottam éppen itt ebben a műsorban egy pártnak egy vezető embere mondotta, hogy nem fontos a miniszterelnök jelölt, mert kizárólag az a fontos, hogy mi lesz az egészségüggyel és az oktatással. Nem tartom helyesnek. Elmegyünk egy koncertre, nem csak az a fontos, mit játszik, milyen darabot játszanak, hanem az is, hogy ki a karmester. Nagyon fontos ez a miniszterelnöknek a személye. Na most a kérdés az, szerintem legalább 5 ember van Magyarországon, aki alkalmas lenne Magyarország miniszterelnökének. Megbízható, tisztességes, jól el tudna látni ezt a feladatot. Van, nem igaz, hogy nincsenek emberek. Csak nincsenek olyan helyzetbe hozva. De hát most van egy helyzet, most nem elébe menve annak, ami látszik, de most úgy látszik, hogy Botka Lászlót a baloldal többsége hajlandó politikusi szinten elfogadni. Én a Botka Lászlóba bízom, mint emberben, és szegedieknek nagyon jó véleményem van róla, de ott van az előválasztásnak a gondolata, annyit jelent, hogy 3-4 embert kéne jelölni, Botka László mellett még 3-at, és megnézni, hogy az emberek, a civileket beleértve, melyiket preferálják ezek között. Mindegyiknek megadni az alkalmat, hogy beszéljenek, programot adjanak, hogy híveket szerezzenek, akár televízióban, akár interneten, akár személyesen, különböző helyeken. Jónak tartom az előválasztás gondolatát, sokan nem tartják jónak, nem tudják, hogy milyen válasz van rá, de azt hiszem Botka mindenképpen egyik lenne annak, akit jelölnének, és hát ha őt preferálna majdnem mindenki. Nem hát tudom. Itt van ez a civil kezdeményezés, Karácsony Gergely adja hozzá a pártot, és ott van Magyar György és Vágó Gábor, ahol a polgár az interneten keresztül online módon mondja meg, hogy a 106 körzetben ki az ő jelöltje. Ez is egyfajta előválasztás, ez a civil előválasztás. Ezt például támogatja? Én támogatom. A civil előválasztásban egyelőre viszont miniszterelnöket nem választanak. Azt nem, hiszen elfogadják nem, azt, hogy ott a pártok nem, egyelőre lehetséges, azt is fognak, különben miniszterelnök jelöltjeim között 4 személy, nem mondom, hogy kik szerepelnek. De pedig kíváncsi lennék. Nem teszek javaslatot, de tudom, hogy van 4-5 tisztességes ember, aki alkalmas. Lesz civil kezdeményezésből valami, ami valóban megjelenik majd a választási kampányban, majd aztán a szavazólapokon? Hosszú évek óta zajlik az előválasztásról a vita, viszont még mindig nincsen komoly jele annak, hogy a nagyobb pártok ebbe érdembe belemennének, és ezt tényleg támogatnak. Tóth Csabáék a Republikon Intézetnél már nagyon régen felvetették ezt, és épp ma írta ki a Facebookra, hogy nem azért javasolták az előválasztást, hogy az előválasztásról zajló diskurzus legyen, hanem azért, hogy az tényleg megvalósuljon, és az ellenzéki oldalt felverje, valahogy felrázzák a ebből a Csipke-Rózsika álmából. Na most tényleg ez úgy látszik, hogy ez van, hogy vita van róla, néha felfeljön a közbeszédbe az előválasztásnak az ötletet témája, de előrelépés gyakorlatilag nem történt. És ez a gondolat ez előre vinne? Valódi jelölteket adna a végén? Az online megszavazott 106 jelölt? Az most egy technikai dolog, hogy most online is lehet-e szavazni, vagy nem. Hát annyiból nem technikai, hogy az, amiről Heller Ágnes beszél valahol, tehát hogy ott a jobbikos ugyanazon a listán szerepel majd a végén, mint az MSZP szerepel, és a DK-s, és egy LMP-s, és ki tudja ki mindenki, mert hogy akkor ez ilyen módon összeadódik 106 jelölté. Attól tartok, a részletei ennek az elképzelésnek még nem túlságosan kidolgozottak, de ez nem a kezdeményezőknek a hibája, hanem a pártok fogadókészségén múlik a történet. Az MSZP korábban azt mondta, hogy ők abszolút előválasztás pártiak, most Botka László előrelépésével most mindenről van szó, csak előválasztásról nem. Az Együtt ugye nem támogatta, a PM viszont határozottan igen. Ez ezzel kapcsolatos viták olyan nagyon nem visznek előre. Létezne az a helyzet, amikor Magyarországon egy előválasztásnak nagyon is lenne egy létjogosultsága, de most egyelőre, amilyen helyzetben ezek az ellenzéki pártok vannak, és az össztámogatottságuk sem közelíti meg a Fideszét, attól tartok, hogy nem ez a fő probléma. Az igaz, hogy ez talán egy olyan eszköz lehetne, ami felrázná az egész közvéleményt, és valami pezsgés beindítana. Egyelőre mégis az látszik, hogy a pártok inkább ellenérdekeltek ebben. Egy mondatban fontosabb az előválasztásnál a pezsgés beindítása. Az emberek lotoznak, valakire tesznek, ugye? A másik a másikra tesz. Akkor kialakul a vita. Én erre tettem, te arra teszel. Mi az érvem, nekem mi az érvem. Ugye? Ultiznak, amikor ugye van. Ez fölébreszti az embereket, érdekesé teszi a dolgot. Mindig érdekes, ha választásunk van, ha játszhatunk egy kicsit. És nagyon fontosnak tartom az előválasztás, és megmondom, nem minden esetben, de a miniszterelnök személyében okvetlenül, mert az, aki mindenkinek az érdeklődésének központjában. Milyen érdekes, legkevésbé most az látszik, hogy abban lesz előválasztás, de hát majd meglátjuk. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, érdekes volt, izgalmas volt, sok szempont merült fel.